Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora. A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53. A telefonnál pedig Bajnai Gordon, az Együtt PM Szövetség vezetője. Jó napot kívánok! Tudom, hogy kevés az ideje, úgyhogy röviden elmondom, hogy mi az a négy kérdés, amire szeretném a válaszát hallani, és aztán ön beosztja, hogy hogyan, mennyi időt szán mire. Az egyik, hogy ez a paksi tüntetés, miért két különböző tüntetés van, önök nagyon aktívak ennek megszervezésében, ezt tudom. Mit remélnek tőle? A másik, hogy Orbán Viktor Facebook oldalán, itt most olvasom a hírekben, törölték az ön kritikus megjegyzését, amellyel Orbán Viktor egyik kijelentését bírálta, ezek szerint cenzúrázzák, a harmadik a forint helyzete és az ezzel kapcsolatos kormányzati, illetve jegybanki politika, és a negyedik, ha és amennyiben ön találkozott az itt látogatáson lévő McCain szenátorral, akkor arra is megkérem, hogy beszéljen valamit erről. Volt találkozója McCain szenátorral? Volt, így van. Igen. Ma délelőtt Mesterházi Attilával és más vezető ellenzéki politikusokkal közösen találkoztunk vele a parlamentben. Ugye ő az ellenzéki republikánusok talán legtekintélyesebb politikusa az Egyesült Államokban, úgyhogy nem akárki tárgyalt itt Budapesten, és ahogy egy sajtótájékoztatón elmondta, nagyon kemény, bíráló mondatok jöttek ki a száján. Egyrészt azt mondja, hogy megértjük a magyar demokrácia állapotával kapcsolatban az országon kívül is belül megfogalmazott aggodalmakat, aztán bírálta a paksi megállapodást, annak átláthatatlanságát és a verseny hiányát, és azt hiszem, hogy egy külföldi politikustól ennél keményebb bírálat nem igen hangzik el. Önökkel, amikor tárgyalt, milyen volt a hangulat, a hangnem, mi volt, amit ő mondani akart önöknek? Először is fontos elmondani, hogy nem egyedül jött McCain szenátor, hanem egy héttagú szenátor, illetve kongresszusi delegációt vezetett, amelyben demokrata és republikánus, tehát a két nagy pártot egyformán lefedő képviselők voltak, ezért ez egy összpárti delegációnak tekinthető. És mindannyian jelen voltak, mindegyikükkel beszéltünk. A másik, én nem láttam még az legutolsó sajtótájékoztatóján elhangzottakat, azt nem szeretném minősíteni. Láthatóan rendkívül felkészült volt ő is és a többi kollégája Magyarország helyzetéből. Nagyon pontosan, precízen kérdeztek, és látszott a kérdésekből is felsellett, hogy értik, hogy mi történik ebben az országban. Én azt tudom elmondani, hogy én mit mondtam, azt kérdezték tőlünk, hogy lesznek-e szabad és tisztességes választások Magyarországon. Azt mondtuk, hogy szabad választások azok lesznek. Hát, hogy tisztességesek lesznek-e, azt meg az eddigi jogszabályok alapján elég sokan mi is kétségbe vonjuk. De a szabadság abban mindenképpen ott van, hogy el lehet menni, magunk után behúzni a függönyt és tenni egy X-et oda, ahova gondoljuk, és ez elegendő arra, hogy a magyarok kezükbe vegyék és megváltoztassák a sorsukat. Akkor térjünk át a gazdasági kérdésekre, és ebből is erre a pikáns részletre, hogy törölték az ön bejegyzését Orbán Viktor Facebook oldaláról. Ezt már tudja, vagy tőlem tudta meg, mert néhány perc ezelőtt láttam a hírt. Azt nem tudtam, hogy törölték. Na, hát akkor mondok valami újat. Küldtem neki egy bejegyzést, mert ott nagyon lelkesen, lelkendezett azon, hogy milyen jók a foglalkoztatási adatok. Én meg igyekeztem jelezni, hogy itt azért egy olyan manipuláció van, biztos a miniszterelnök úr sem lát át a szitán, és nem veszi észre, hogy a statisztikák mögött valójában az van, hogy kevesebb ma a versenyszférában a munkahelyek száma, tehát a fenntartható munkahelyek száma kevesebb, mint amikor átadtam neki a kormányzást. Hogy ma 19,5 hónapot kell várni egy munkanélkülinek átlagosan, amíg újra állást talál, és hogy egy közmunkásnak nevezett munkanélküli ma 12.000 forinttal kevesebbet kap nettóban, mint 4 évvel ezelőtt. Csak ezt a 3 statisztikát, ha oda beírom, akkor lehet, hogy kevesebb lelkendezni valója van a miniszterelnöknek. Nyilván nem tetszett a bejegyzés. Hát biztos nem is szeretné a saját statisztikáját elhinni, és csak azokat megnézni nyilván. Minden más ezzel ellentétes adat az csak az
emberek fejének megzavarására szolgál. Na de térjünk át az ennél bizonyos szempontból fontosabb vagy veszélyesebbnek látszó helyzetre a forinttal kapcsolatban. Most éppen 313 körül van az euró árfolyam, és bár tudjuk, hogy ennek nemzetközi okai vannak, de azért benne van a magyar kormány eddigi unortodox gazdaságpolitikája is. Ön például mit tenne, ha kormányon lenne éppen? Hát pillanat, hadd lépjek vissza. Hadd mondjam azt, hogy lehet, hogy egy nemzetközi válságról van szó a fejlődő piacok vonatkozásában, de az a néhány ország van bajban, akik irányába elfogyott a bizalom. Tulajdonképpen meg is fordíthatjuk, nem most van válság, hanem az előző három évben volt iszonyatos szerencséje mázlia a magyar kormánynak azzal, hogy az amerikai jegybank meg az európai központi bank öntötte számolatlanul a dollár és euró milliárdokat ki azért, hogy a válság hatásait enyhítsék. És ez a rengeteg pénz, ez mindenhol kereste a helyét, például Magyarországon is számolatlanul vették a kötvényeket, nem foglalkoztak a kockázattal. Most, hogy kezd normalizálódni a helyzet Amerikában a gazdaságban, a jegybank kezdi visszavenni a pénzmennyiséget, nehogy elszabaduljon az infláció, akkor mindenki elkezdi nézni, hogy na, akkor hol is van az én pénzem jó helyen, és hol túl nagy a kockázat. És így kiválasztottak néhány országot, Argentinát, a sokszor elhíresült Argentinát, Törökországot, és Magyarországot úgy tűnik, ahol nagyon az átlagnál sokkal nagyobb mértékben ütötték meg a valutát, mert azt látják, hogy itt nagy a kockázat, innen kell először kihúzni a pénzt. De hát ez tulajdonképpen tekintheti úgy, mint egy bizalmi szavazást a kormány gazdaságpolitikájáról. Na de Orbán Viktor tudja, hogy merre van előre. Ma is elmondta rádiónyilatkozatban is, másutt is, hogy itt bizony non-profit alapú közműszolgáltatások lesznek, és le fogják szorítani a gazdaságnak adott energia árát is, és lehet, hogy az Európai Unióban ezt még nem is értik, fel se tudják fogni, de meglátják, hogy erre vezet az út. Márpedig éppen az idézett McCain szenátor mondta azt, hogy Magyarországon szabad piacgazdaság, független igazságszolgáltatás és független média kell. Hát ez például minden, csak nem szabad piacgazdaság. Hát ugye ma azt mondta a miniszterelnök ezen a konferencián, hogy azok az országok lesznek versenyképesek, akik olcsón tudják adni az energiát. Hát ebbe egyetértünk. De ha belegondol, akkor ez az egész nagy rezsiátverésnek a mellékvizén, a farvizén, a vállalkozásoknak drámaian megdrágították az elektromos energia ára. Hát valójában versenyképtelenebbé tették a magyar vállalkozásokat. Ezért érthetetlen Orbán Viktor mai kijelentése ebben a vonatkozásban. Épp az ellenkezőjét csinálja, mint amit ő maga is stratégiailag kívánatosnak tesz. És a paksi beruházás, az pedig sokkal drágább, körülbelül kétszer olyan drága áron állít majd elő áramot, mint amennyiért ma meg lehet venni, akár jövőre vonatkozóan is az elektromos áramot nemzetközi piacokon. És ez csak egyik oldala annak a paksi történetnek, ami miatt utcára is vonulnak. Csak az a kérdésem, hogy miért két szervezésben nem lehetett volna összeegyeztetni az ellenzéki fellépést a környezetvédőkével? Mi nagyon szerettük volna. Tehát mi több körben is tettünk ajánlatot, Jávor Bence tárgyalta a civil képviselőkkel, hogy legyen közös tüntetés, hiszen annak lenne értelme, itt nem egyszerűen politikai, pártpolitikai kérdésről van szó, sokkal többen gondolják azt, hogy elfogadhatatlan az eljárás, a módszer, a döntés, mint ahányan valamilyen politikai párt mögött állnak. Ezért mi azt szerettük volna, hogy a civilekkel közös legyen ez a tüntetés, de úgy tűnik, hogy azok a civil szervezetek, akik a szombati eseményt szervezik, ők idegenkednek, tartanak a politikától, pártpolitikától, pedig hát végső soron, ugye ezt már lefutottuk az elmúlt két évben, végső soron azért a politikai pártok azok, akik képesek hatalmi helyzetbe jutva érvényre juttatni döntéseket, nézeteket. Önmagában civil csoportok fontosak, de nem lesznek képesek ezt a döntést megváltoztatni. Ezért kezdeményeztünk egyébként népszavazást is. De arra talán felszólíthatják őket, hogy jó, menjenek el tüntetni egyik nap, és másik nap pedig csatlakozzanak önökhöz. Én ezt tartanám ideálisnak, sőt, hogyha nem érezném azt, hogy a szombaton majd ott esetleg a civileket zavarja a jelenlétem, akkor szívesen elmennék az ő tüntetésükre, és de nem akarom őket megzavarni. Köszönöm szépen, Bajnai Gordon, az Együtt PM Szövetség vezetője, viszont hallásra!